mondják, hogy egy dolog van, amit soha nem kell megmagyarázni, ez a győzelem. Egy 5-0-ás győzelem, 87 percig 10 emberrel. Igen, ezt azért mindenképpen azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést későbbekben is majd föl kell használjuk és elemezni kell. A csapat erejét mindenképpen bizonyítja, hogy ember hátrányban is hihetetlen mentalitással rendelkeztek ma a játékosok, és nagyon-nagyon erős a csapat. És a kapitányt elveszteni, az nem egy egyszerű egy futballcsapat életében, úgyhogy kiállításra kerül a harmadik percben, és ennyire mentálisan összefognak, hihetetlen büszke vagyok a csapatra. De egytől egyik szinte mindenkit ki lehet emelni. Német Gabinak az a határtalan nyugalma és a bravúriai, azt gondolom, hogy a csapattal elhitett, de ő is, illetve egymással a srácok, hogy igenis van keresnivalónk, és meg tudjuk csinálni ezt 10 emberrel is. Óriási fegyverténynek tartom, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki természetesen. És aztán a végén már egy fesztivál volt tulajdonképpen. Hát a negyedik, meg az ötödik gól, azt gondolom, hogy az már nagyon régen láttak a Fáy utcában ilyen gólt, és hát egy 5-0-as győzelem, úgyhogy az utolsó pillanatig is nagyon akart a csapat, hogy kihasználja a lehetőségeket, és nagyon örülök annak is, hogy gólt viszont nem kaptunk. Gondolom, hogy ebbe az ötösbe azért az is benne van, hogy a második fél idő elején Molnár Zoltánt kiállították. Természetesen hát azért az kellett, hogy ilyen nagy gólarányjal tudjunk nyerni, hogy a végén már azért ők is 9 mezőnyjátékossal játszották már az utolsó 20 percet, de kellett az, hogy például az első fél időben megcsinálja Bétót Balázs, és bátran fölmerje vállalni, hogy várj, le kelljen cserélni. A Pakssal mindig nagyon viharos meccseket játszottunk. Tavaly ugye 0-2-ről 3-2-re fordítottunk egy nagy vihar után. 5-0 még soha nem volt benne a meccsekben. Mitől voltunk ennyivel jobbak? Megmondom őszintén, nagyon jó heti edzés munkát végeztek a srácok, és most érzem igazából, hogy nagyon-nagyon egyben van a csapat. Többször már, több hete már ugye hangsúlyozom, hogy lehetne akár 14 játékos is simán kezdő, és senki nem szólhatna másiknak, se nekem, se a sajtó részéről nem lehetne kérdés, hogy ő miért kezdő. Ez azt gondolom nagyon-nagyon jó dolog egy edző életében, egy csapat életében, és az, hogyha ez nem párosul sértődöttséggel, hanem igenis a Gyánó Szabi is úgy áll be, hogy ő a vasasér és gólt akar szerezni, és meg is lett az eredménye, úgyhogy egy nagyon erős csapatunk van. Egy pillanatra visszatérve a kiállításra, idén már volt olyan mérkőzésünk, ahol aránylag korán elveszítettük egy játékosunkat, most ugyanez történt már a harmadik percben. Most úgy érzem, hogy mégse fogta meg ez a csapatot, hanem inkább hitet adott, vagy dacot, hogy dacból játszottunk. Ez egy óriási vizsga volt, hogy 10 emberrel, mert hiába valóban így van, hogy azért lett nagyobb arányú a győzelem, mert éppen már akkor Molnánt is kiállították, de addig a 2-0 azt meg kellett azért szerezni, és kellett hozzá egy nagyszerű kapusunk, kellett hozzá egy olyan társaság, aki elhiszi, hogy ezt 9 mezőnyjátékossal is meg lehet csinálni. Föl kellett vállalni az egyeket Bétót Balázsnak, akinek az egész bal oldalt szinte be kellett játszani, Lázok Jani nagyszerű teljesítmény nyújtott. A védelem úgy érzem, hogy kezd egyre jobban összeszokni, és beszélnek a játékosok. Paripovics, az Unierziski páros, azt gondolom, hogy ma nagyon kitett magáért, de szinte egytől egyig minden játékos. Pavó óriási munkát végzett, és duzzadt az erőtől. Azt szokták mondani, hogy a hazai közönség a csapat 12. játékosa, ma a 11. játékosa volt a csapatnak a közönség. Én libabőrös voltam a kispadon, és én azt gondolom, hogy ez a játékosoknak is átment. Természetesen nagyon-nagyon kellettek a szurkolók hozzá, és én azt gondolom, hogy valóban így van, hogy ők nagyon ott voltak a pályán ma. Másodikok vagyunk, ha az Újpest holnap győz, akkor harmadikok, és a jövő héten a lista vezető Debrecen otthonába látogatunk. Nagyon örülök, hogy végre dobogósként mehetünk Debrecenbe, és elhisszük, hogy igenis ott is van keresnivalónk.